Még az EP választások előtt áterültetni a migrációs paktumot Brüsszel. Ebben továbbra is szerepel a migránsok kvóták szerinti elosztása, amit már a német kancellár sem támogat. De Brüsszel azt is elvárná, hogy engedjük be a migránsokat Magyarországra, és a kérelmüket itt bíráljuk el. A kormány szerint ez migránsgettók létrehozását jelenteni, de a terrorveszélyt is növelné, például Izrael Hamasz ellen vívott háborúja miatt. Az Egyesült Államokban is az elnökválasztási kampány egyik fő témája a migráció. Tita. Ezzel kezdjük a mesti beszélgetések sorát. Todd Benzman a vendégem, a Washingtoni Center for Immigration Studies munkatársa és a Matthias Corvinus kollégium vendégoktatója. Jó estét kívánok! Great to be here. Először beszéljünk Amerikáról. Egy hónapja közölte a Szövetségi Határvédelmi Hatóság, hogy történelmi rekordot döntött a déli határon keresztül érkező illegális migránsok, illegális bevándorlók száma. Hogy látja, milyennek az oka, illetve milyen következményekkel járhat Amerikára nézve az, hogyha ez így tovább folytatódik? Ami azt illeti, rekordszámokat állapíthatunk meg, és ez pedig most már 3 éve tart, 3 egymást követő éve. 2023-ban megdőltek a 22-es rekordok, amikor megdőltek a 21-es rekordok, és ez mind visszavezethető gyakorlatilag Joe Biden beiktatási napjáig. Ő olyan politikai intézkedéseket hozott, olyan szabályokat, amelyek kedveztek a bevándorlóknak, gyakorlatilag a csempészeknek is, ilyen módon nagyon-nagyon jelentős számban kezdődött meg a beáramlás. Mit értek ezen? Gyakorlatilag beengedték őket, beengedték a bevándorlókat. Hogyha több ezer dollárt fizetnek ki csempészeti pénznek, akkor be fognak jönni az emberek, és benne is fognak maradni. Az amerikai kormányzat beengedte őket, és maradni is fognak. Óriási hatással van ez az Egyesült Államokra. Az Egyesült Államok városai nem bírják ezt a finanszírozatlan anyagi terhet, anyagi problémákat is jelent ez. Több milliárd dollárt jelent ez váratlan költségekben, és ezzel kell megbajlatkozniuk. Itt Európában azt látjuk, hogy azokban az országokban, városokban, ahol nagyszámú illegális bevándorló ér, ott komoly társadalmi, illetve biztonsági problémák is jelentkeztek. Ez Amerikában is így van? Igen, természetesen, hogyha megnézzük a helyzetet, a dzsihadisták által okozott terrorveszély az magasabb volt Európában, mint Észak-Amerikában, azonban most ennek már vége, ugyanis olyan sok közel-keleti ember is érkezik olyan országokból, amelyek terrorveszélyesek, az amerikai Egyesült Államok déli határán keresztül, hogy már nem vagyunk arra képesek, hogy áttekintést nyerjünk felettünk. Több mint 370 olyan ember volt, aki rajta volt a terrorizmus listán, és átlépte a déli határt. És tudjuk, hogy több olyan ember van, akikről egyáltalán nem tudunk semmit, itt milliókról beszélünk. Nem tudjuk, hogy rajta vannak-e a teszélyes terroristák listáján. De abban biztosak lehetünk, hogy a beérkező migránsok esetében a szíriaiak, az afgánok, a libanoniak, a közel-keletiek magasabb veszélyt jelentenek, ugyanis sokkal nagyobb arányban vannak jelen, mint korábban. 2023 első 3 hónapjában 75 ezer emberről beszélünk, és nem tudjuk a 21-es és a 22-es számokat. Ez egy olyan biztonsági kockázatot jelent, hogy nem ismerjük őket, mert idegenek számunkra. Magyarországon a magyar kormány a kezdetektől, ugye a 2015-ös nagy hullámtól kezdve ellenzi az illegális migrációt, és komoly intézkedéseket is hozott, de nagyon sok kritikát kapott emiatt, bár az utóbbi időszakban azt lehetett látni, hogy egyre többen mondják azt, hogy a magyar kormánynak, a magyar miniszterelnöknek igaza volt, amikor a veszélyekre figyelmeztetett. Ön hogy látja a magyar határvédelmi intézkedéseket?
I did a study of végeztem egy kutatást a dzsihadista támadásokról Európában. 2019-ben, gyakorlatilag a 2014-től 2018-ig tartó időszakot górcső alá véve, arra a megállapításra jutottam, hogy a legtöbb támadó Franciaországban, Finnországban, Ausztriában, Franciaországban elkövettek merényleteket, ők Magyarországon jöttek át, mielőtt a kerítés megépült volna. Mikor megépült a kerítés, megállt ez a beáramlás, és elkezdtek más utakat keresni a bevándorlók. Azonban Európa többi országa nagyon nem képvisel támogató magatartást a magyar intézkedésekkel kapcsolatban. Fel kellene ismerni, hogy az ISIS szervezet sejteket küldött Szíriából célzottan a balkáni útvonalra, ezekbe a célországokba, azért, hogy végrehajtják a merényleteket. Ilyen volt a 2015-ös párizsi merénylet, a 2016-os brüsszeli merénylet, az elkövetők mind Magyarországon keresztül érkeztek. Nagyon magas számról beszélhetünk, egymás után jöttek a támadások, azóta is olyan emberek követték el, akik még régebben jöttek Magyarországon keresztül. És ugye most egy újabb migrációs paktum, egy csomag van az Európai Unió asztalán, amelyet a jelek szerint áprilisig el akarnak fogadni, ugye júniusban lesznek az európai parlamenti választások. Ebben ugye szerepel az, hogy az érkezőket el kell osztani, amennyiben egy ország úgymond vészhelyzetet hirdet, és ezt kéri a többi tagállamtól, akkor kötelező lenne átvenni bizonyos számú migránst abból a tagállamból a többieknek cserébe, hogyha valaki ezt nem teszi, akkor komoly pénzbüntetést kell fizetnie. Hogy látja ennek az intézkedésnek a hatását, mert hogy több szakértő is azt fogalmazta meg, hogy ez egy újabb úgynevezett pull faktor, tehát hogy ez ide fogja hívni az illegális bevándorlókat Európába. Well, we see a partisan divide on these. Azt látjuk, hogy nagyon erős megosztottság van nálunk az Egyesült Államokban, és gyakorlatilag lesznek olyan kormányzatok itt is, amelyek azt fogják mondani, hogy nem fogják végrehajtani azokat az intézkedéseket, amelyet végre kellene hajtani, és ennek következményében kifizetődővé teszik az embercsempészetet. Ez mindig a kormányzaton függ. Lesznek olyan pontok, amikor a migránsokat be fogják engedni, és hogyha például munkát vállalnak, és azért jönnek, és hogyha egyszer megérkeznek, akkor mindig jönnek többiek is. Ugyanis adott esetben szelfiket küldenek haza a mobiltelefonjukon. Tehát a migrációk, hálózatok működnek, modern kommunikációs eszközöket használnak. Gyakorlatilag a megérkezett emberek hazaküldik a képeket a falvakba, és megérkeznek a képek, hogy igen, beengedtek minket, gyertek ti is. És éppen ezért az új tervezet az Európai Unió asztalán egy rossz megoldás rosszabbítani fogja a helyzetet, és gyakorlatilag vissza fogunk kötni a 2017-ös helyzethez. Nagyon szépen köszönjük Todd Bensmannek, hogy a vendégünk volt. Thank you very much. Thank you for having me. Köszönöm szépen.